és ezt akár élesen is kapu elé lehet tenni. Szécsinek nagyon figyelnie kell. Heffler azonban rárugja és megszerzi a vezetést a semmiből. A mezőkövesd ismételten szabadrugásból szerez gólt, csak úgy, mint egy évvel ezelőtt a mezőkövesd. Igaz, akkor szerzett akcióból is, de az első gólt ugyanúgy szabadrugásból szerezte. És az új szerzemény Heffler Norbert góljával, tehát megszerzi a vezetést kapuja előtt. De ez a kicsi plusz, ami gólt eredményezhetne, az hiányzik. És ott van az egyenlítő találat, egy kis szögletet követően. Hatalmas lövés. A 13-asban játszó Sigér Dávidtól. Dombó még csak mozdulni sem tudott erre a lövésre.